nem látom, hogy migráns tömegek ostromolnák Magyarországon a családok mindennapjait. Magyarországon megépült az anyambakkerítés, én nem építettem volna meg. Térünk, és néha hallunk fegyverropogást a határól. Magyarország képes befogadni messziről jött embereket. Tényleg van bőre képén itt migrációról, meg Brüsszelről, meg nem tudom mikről beszélgetni. Féltem, hogy nekem, kollégáimnak, vagy illetve a civileknek bajuk esik. Ez a kormány szemben megy mindazzal, amit Európát jelentett. Brüsszel központját feldúlták. Utcai harcok alakultak ki Párizsban. Nem látunk ilyen problémát. Európa határain egyre durvuló migrációs háború zajlik. De ahogy látjuk, a baloldali politikusok szerint ez nem is egy létező jelenség. Ez a probléma, ez egy álprobléma. Ez nem létezik. De nem csak az ellenzéki politikusok hallgatnak a magyar határa nehezedő, durva nyomásról, hanem az ellenzéki újságírók is. Na de miért hallgatnak erről? Utána mentünk, és ebben a videóban ezt fogjuk bemutatni. Az egész országot sokkolta ez a rendőrségi felvétel, amelyen fényes nappal migránsokkal teli kisbuszban menekülő embercsempészek lövöldöznek az M5-ös autópályán. Amikor felénk lőtt, illetve a civilek felé, akkor pedig megijedtem, mert féltem, hogy nekem, kollégáimnak, vagy illetve a civileknek bajuk esik. Szeretném még látni anyukám, családtagom, barátaim. Ez az elképesztő történet rámutat arra, hogy az illegális bevándorlók egyre erőszakosabban, durvábban támadnak a Magyarországot és a magyar határt védő rendőrökre és katonákra. Döbbenet, hogy még a történtek ellenére is vannak olyan magyar politikusok, akik a migrációs válságot letagadják. Én nem látom, hogy migráns tömegek ostromolnák Magyarországon a családok mindennapjait. Szóval akkor nem látja problémának? Akarnak Magyarországra tömegesen emberek jönni? Rétvári államtitkár úrnak tényleg van bőre képén itt migrációról, meg Brüsszelről, meg nem tudom mikről beszélgetni. A vak is látja, hogy itt valami nem stimmel. Pontosan tudjuk, ha valamit nagyon tagadnak a baloldalon, annak oka van. Éppen ezért úgy döntöttem, saját magam járok utána a témának, és elutazom Szerbiába. Mielőtt azonban ezt megmutatnám, fontos, hogy nyomj egy lájkot a videóra, és iratkozz fel a Patrióta csatornára. Nélküled ugyanis pont az történne, amit a baloldal szeretne, és nem értesülnél arról, amit el akarnak előle titkolni. Most pedig irány a határ, irány Vajdaság. Az út elejétől fogva sejtettem, hogy ez a kiruccanás nem lesz sétadalom. De amint átértem a határon, nem kellett sokat kérdezgetni a helyi magyarokat, azonnal előkerültek a durva sztorik. És félünk. És néha hallunk fegyverropogást a határól, nem messze vagyunk a határtól. Tehát már fegyvereik is vannak. Úgyhogy ez így nem normális. Félünk, ketten vagyunk a párommal, itt idősek laknak. Félünk. Ha rájuk szólunk, hogy ne jöjjenek a kerítéshez, még ő nekik áll följebb. Tehát ennivalójuk, tűzrevalójuk nincs. De hogy jelenleg mi az egyik legdrágább és legkelendőbb dolog a szerb-magyar határon? Az csak később, szinte véletlenül tudtam meg a helyiektől és egy illegális bevándorlótól. A létre biznisz azt jelenti, hogy itt volt valamikor egy bót, ott a nap pontosan. Azt ott megvettek 8-10 létrát vagy 20-at, csak hogy tudnak átjutni a magyar oldalt. Everyone have his price. Okay? And how much does it cost? There are one man use this one by 300, 2, 600, 3, 900, 4, 1200. Imagine that. Yes, there are mafia here. Igen, jól hallottad. 4 létráért ma már 1200 eurót, tehát közel 500 000 forintot is elkérnek az illegális bevándorlóktól az árusok, és ami még megdöbbentőbb, a létra bizniszre egy egész maffia hálózat épült ki, milliós üzlet. Vegyél sok létrát, add el drágán a migránsoknak, majd ha az ostrom után megmarad, szedd össze és add el újra. A létra azonban nem csak a kerítés miatt fontos,
Az elmúlt időszakban egyre több felvételen is látni, hogy a migránsok létrával ütik, dobálják a magyar határtőrző katonákat, rendőröket. Nagyobb tömegben egy-két helyre összpontosulva létrával próbálnak meg Magyarország területére bejutni. Naponta több száz betörési kísérletet hajtanak végre a bevándorlók. A magyar déli határon ugye szintén nagyjából 260-70 ezer környékén van az illegális határátlépési kísérletek száma. Tehát valóban egy növekvő tendenciát látunk. Az idei 1 millió pedig nem válogatott, és nem válogat az eszközökben. Az elmúlt időszakban gyakorlatilag agresszívabbá váltak a magyar határon átjutni szándékozó migránsok. Kövek, téglákkal, adott esetben csúszdival, üveggolyóval, vasgolyóval lövik, támadják a katonáinkat. A szerb határ közelében szinte állandó a háborús állapot. Magyarországot pontosan ettől védi a határkerítés. De mi a helyzet Európa többi országával? This is the moment these migrants have been waiting for. This is a very deep crisis. A legélesebb helyzet nyáron Spanyolországban történt, ahol az ország területére egyszerre szervezetten betörő 1500 bevándorlót 23 halálos áldozatárán tudták csak visszaszorítani a spanyol határőrök. Az Egyesült Királyságban és Franciaországban a rendészeti szervek már alig tudják kezelni az országba érkező migránsokat. De kicsit nézzük távolabbról és konkrétabban is a kérdést. Mit veszíthet Európa ezzel az egésszel? Egy ilyen lassú betelepedési folyamatnak pont olyan drámai következményei lehetnek, mint a mohácsi csatavesztésnek. Most akkor a kérdés az, hogy ezt akarjuk-e, vagy nem akarjuk. Úgy látszik, Európának is mohács kell. De vajon mi az oka annak, hogy a bevándorlók zömében nem tudnak integrálódni a nyugati társadalmakba? Svédországban ugye nagyon jól látszik az, hogy az érkezők általában klán, törzsi háttérrel rendelkeznek, például Kelet-Afrikából, teljesen más társadalmi szövetből érkeznek, mint ahogy a svéd társadalom rendelkezik. Ugye ők évszázadokon keresztül esetenként arra lettek kondicionálva, hogy az államban nem lehet megbízni, nincs is állam sok esetben. De megéri ez Európának? Elég csak megnézni az uniós bűnözési statisztikákat. Az EU saját kimutatásai szerint a 2015-ben kirobbant migrációs válság óta meredeken emelkedett az unió területén elkövetett szexuális bűncselekmények száma, és a rablásokból is egyre több van Nyugat-Európában. És erről a balliberális sajtóban egy szó sincs. Az akciófilmes jelenetek miatt cikkek, riportok százaira számítottam. De megnéztem, és nem hiszitek el, a baloldali lapok alig, sőt, inkább egyáltalán nem írnak a migrációról. De ha már balos hallgatás. Összeszámoltam, a 444.hu az elmúlt fél évben érdemben összesen 3 alkalommal foglalkozott a migráció kérdésével. Egy szinten kezeli a fifékkel, akik elvileg a fiatal felnőttek. A transzneműséggel és a nem átalakító műtétekkel viszont Oklahomától Miskolcig már összesen 14 alkalommal írtak cikket Új Péterék. De az RTL.hu sem jeleskedik a migrációs témákban alkotott írásokkal. Míg a transznemű emberekről is többet cikkeztek, mint az illegális határátlépőkről. Király Árpádból Király Lívia lett. Nemi átalakító műtétet tervez, addig is hormongyógyszereket szed és dolgozik. De vajon miért olvashatunk többet a transzneműségről, vagy a legújabb liberális hobortokról a 444 oldalán, mint a migrációról? Erre egyik válasz maga a tulajdonos személye. A 444 Soros György szerelem gyereke. European Union must take in a substantial number of refugees. A hálózat napi működéséről nemrégéppen Soros egyik embere beszélt. I work with a journalist and he has done some work covering refugee crisis. I hired him essentially for a month and then, you know, the whole thing was like he had to travel to 5 different countries. He had to pay interpreter to talk to people who didn't speak English. Sorosék tehát felbérelnek egy újságírót, aki dicséri a migrációt, támadja a bevándorlás ellenes erőket, Soros lapjai pedig lehozzák a cikkét. Körbeértünk. Nem nehéz kitalálni, hogy mit várhatnak egy újságírótól. Usually in these cases journalists were really instructed where they should go, who they can talk to. Tényleg? A baloldali újságírók utasítást kapnak?
Hát ez hihetetlen. De vajon mi a helyzet a sajtó szabadságra oly kényes Nyugat-Európában? Például a migráció minta államában, Németországban. A Spiegel, a Stern, a Tageszeitung, a Tagesspiegel, ezek inkább bal liberális médiumok, ők nyomni fogják a mai napig az, hogy nem az a baj, hogy jönnek a migránsok, az a baj, hogy a németek rasszisták. És ha nem akarnak a migránsokból, ez azért van, mert ők gonoszok, fasiszták. Hiába az állandó médiaterror, 2015-ben a bevándorláspárti erők Magyarországon csatát vesztettek. Ezért a migrációs háborút ma már más eszközökkel akarják megnyerni. Az új taktika az, hogy agyonhallgatják. Na de lássuk, mit üzennek a nagy elhallgatóknak azok, akik napi szinten szenvedik el a migráció következményeit. Éljék át ők is ezt, amit mink itten. Jöjjönek ide, tartózkodjanak itt, és majd meglátjuk, hogy akkor elhiszi-e, hogy mi folyik erre. Soros György és a migrációt erőltető hálózat tehát rövid pórázon tartja az övéit. Akiket pedig nem tud kilóra megvenni a hálózat, azokat megfélemlítik. Ha a baloldali médián és a politikusokon múlna, a migrációt kizárólag imádni és dicsérni lehetne a nyugati nyilvánosságban. Mert mi történik, ha bárki megpróbál önálló véleményt alkotni az illegális bevándorlás kérdésében? Azonnal szembe találja magát a balliberális médiaterrorral. Egy nap alatt felmondott Petri Zsolt kapusedzőnek a német Hertha labdarúgó csapata. A Hertha kapusedzőjét azután rúgták ki, hogy kifejtette véleményét például a migráció ügyében. Nehezményezte, hogy rasszistának tartják azt, aki szerint rettentő sok bűnöző lepte el Európát. A Hertha elkötelezett az olyan értékek mellett, mint a sokszínűség és a tolerancia. Bekérették a külgazdasági és külügyminisztériumba a budapesti német ügyvivőt. A véleménynyilvánítás nem szankcionálható egy jogállamban. De mégis ki profitál abból, hogy migránsokkal árasztják el Európát? A valóságban bizony a bevándorlás szinte korlátlan pénzhez és hatalomhoz juttatja azon erőket, amelyek azt támogatják. De hogyan is lehet ebből hasznot húzni? Most például a Bundestag megszavazta nem tudom hány millió eurót olyan szervezeteknek, akik hajókkal kihalásszák a migránsokat a tengerből. Az az ember, aki az egyik ilyen szervezetnek az elején áll, ez egy zöld miniszternek az élettársa. Az Európában gyakorlatilag korlátlanul özönlő migránsok bizony komoly politikai bázist is képeznek. És nem kell sokat gondolkodni rajta, hogy kinek kedvez a helyzet. Nemrég látott napvilágot egy friss kutatás, ami szerint a nyugati országokban letelepedett bevándorlók az állampolgárság megszerzése után hosszabb távon már leginkább a baloldali pártokra szavaznak. Az első fordulóban kiesett favorit Jean-Luc Mélenchon szavazói dönthetik el a francia elnök választást. Párizs többségében bevándorlók lakta Saint-Denis negyedében minden második ember a radikális baloldali politikusra szavazott szociális reform programja miatt. A bevándorlók Németországban is a baloldali pártokat preferálják. Vannak olyan pártok, hagyományosan mondjuk a török migráns SPD-re szavazott, a kurd egyébként furcsa módon nem, a Die Linke vagy a zöldekre. Ennek nagyon konkrét oka van, ezek a pártok mindig is ígérték a bevándorlóknak a német állampolgárságot, és az, hogy jöhessenek utána még a családtagok is. Ha a tömeges bevándorlás elér egy kritikus szintet, akkor az európai polgárok politikai súlya egyre kisebb lesz, és könnyen előfordulhat, hogy már nem az ő akaratuk érvényesül majd a választásokon. A népszenség elvét feloldják, és ez az egyik ilyen oldóanyagot, azt úgy hívják, hogy az illegális migráció. The United Kingdom has always been a hotspot for immigration. White privilege also creates measurable advantages. The white supremacists. They were talking about toxic masculinity. De mi történne, ha a bevándorlás ellenző erők egyszer csak elbuknának? Én azt hiszem, hogy Európa egy polgárháború felé, egy nagy, masszív európai polgárháború felé halad. Ön szerint ez egy visszafordítható folyamat, vagy ezt már nem lehet visszafordítani? Nem, ez a hajó elment. Németországban minimum. Ugye mennyire máshogy hangzanak ezek a bevándorlással kapcsolatos mondatok, ha már tudjuk, miért hangzanak el? Van bőre képén itt migrációról, meg Brüsszelről, meg nem tudom mikről beszélgetni. Én nem látom, hogy migráns tömegek ostromolnák Magyarországon a családok mindennapjait. Ez a probléma, ez egy álprobléma. Ez nem létezik. European Union
must take in a substantial number of refugees. A bevándorlás támogató egész hálózat szinte korlátlan anyagi erőforrásokkal olajozottan működik, és bedarál mindent, ami az útjába áll. Már ha hagyjuk. Ha kíváncsi vagy még hasonló tartalmakra és minden másra, amit a baloldal legszívesebben eltitkolna előled, nyomj egy lájkot a videóra, iratkozz fel hozzánk, kapcsold be az értesítéseket, mert mi sem állunk le. Hamarosan folytatjuk.